fel kell tennünk a kérdést, hogy hány nyugdíjast fognak még meggyilkolni, addig, amíg a magyar kormány végre komolyan veszi, hogy Borsodban és általában vidéken bizony nagyon komoly közbiztonsági problémák vannak. Néhány nappal ezelőtt Borsod-Nádasdon egy nyugdíjas idős hölgyet öltek meg újra. És azért mondom, hogy újra, mert nem egy elszigetelt esetről van szó, csak Úzd környékén egy éven belül sorolhatnánk a helyszíneket Bódvalenke, Csernej és most pedig Borsod-Nádasd. Tehát jól látszik, hogy rendszer szintű a probléma, hiszen minden esetben kivétel nélkül, amit felsoroltam, egy idős nyugdíjas volt az áldozat, az elkövető pedig ereje teljében lévő 10-20-30-as éveiben járó fiatalember. Fel kell tennünk azt a kérdést is, vajon a képviselő felelőssége hol áll meg, hiszen a megyei közgyűlésben évről évre elfogadják közbiztonsági beszámolót, a megye közbiztonsági beszámolóját, és ez így történt ebben az évben is. Egyhangulag a Fidesz és a balliberális oldal képviselői, tehát DK, Momentum, Jobbik elfogadták a megye közbiztonságáról szóló beszámolót. Én magam nem vagyok tagja a megyei közgyűlésnek, de megnéztem ezeket az anyagokat, és azért elborzasztó az, hogy 9-ről 14-re nőtt a gyilkosságok száma, illetve 400%-kal a gyilkossági kísérletek száma a megyében. És hát nyilván miért van annak jelentősége, hogy a képviselők elfogadják, vagy pedig nem a közbiztonsági beszámolót? Azért, mert nyilván azzal, hogyha nem fogadják el, azzal üzennek a belügyminisztériumnak, hogy nincs rend. Ugye Pintér Sándor mindig arról beszél, hogy rend van ebben az országban, de tudjuk, a valóság az nem ez, és pont ez lenne a képviselők dolga, hogy jelezzenek, hogy nyomást gyakoroljanak a belügyminisztérium felé, hogy bizony ezzel a kérdéssel foglalkozni kell. És ami kétségtelenül nem csak rendőrségi kérdés, és azt is el kell mondani, hogy ebben az esetben egyébként a rendőrség néhány óra alatt elfogta a feltételezett elkövetőt. De nyilván törvénykezési és hatósági kérdés is ez. A Mi Hazánk mozgalom elvárja, hogy a tettes a kiszabható legmagasabb büntetést kapja ebben az esetben, és régóta beszélünk arról, hogy bizony Magyarországon rendet kell tenni, el kell kezdeni felszámolni a no-go zónákat, és bizony, ha kell, akkor olyan törvényi szigorításokat kell bevezetni, hogy elmenjen a kedve a lehetséges elkövetőknek attól, hogy néhány száz forintért idős embereket gyilkoljanak meg.